Kedves gyerekek, ma este Pápai Erzsémon mesét. Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este az okos kutyáról mesélek nektek. Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, s egy öreg nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyugolyó mind a két lábát, térden alól. Azért hát a kapitány falában járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falában, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak sem volt senkije, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hova, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, s utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. A kapitány kutyája, magyarázta egyik ember a másiknak, és hozzátette, többet ér sok szolgánál. Persze hazafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához. Kedves négylábú szolgám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővette egy nagy kosarat, beletette a fehér asztalkendőt és abban levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Ha nem, mi történt? A finom pecsenye szagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven, osztozzunk, pajtás! Sajó mérgesen morog, leteszi a kosarat, és jobbra is balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja, elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak, Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia, de vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtóhoz, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt. A kendőt a gonosz kutyák megragadják és húzzák. Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál, sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is. Bebocsátotta az ajtón a kutyáját, és megdicsérte. Azután pedig magával vitt a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, amin őt még a király kutyája sem evett soha. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek! Gárdonyi Géza az Okos Kutya című meséjét Pápai Erzsi mondta el. A hangfelvétel 1968-ban készült.